Két dologról szeretnék azért szólni. Mivel a könyvünk, amelyre vállalkoztunk, és hát talán nem hangzott el eléggé egyértelműen, Kisdié Csaba barátommal és Gyurcsik Iván barátommal arra vetemettünk, hogy megírjuk lényegében a magyar oldalról a választ arra, amit a két kitűnő osztrák barátunk írt. Magyarán, hogy megpróbáljuk megírni, hogy hogyan néz ki Közép-Európa ma magyar szemmel. Ebből kaptak némi ízelítőt a két szerzőtársamtól, és én egy harmadik mozzanatról szeretnék csak egy kis ízelítőt adni, ez pedig nem egyéb, mint a biztonság kérdése. Közép-Európa biztonsága. Ugye a szakirodalom, és itt hát Gazdag Ferenc tanár úrra óvatosan tekintek, aki a biztonságpolitikának egyik legjobb szakértője, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kedves kollégám, és egyébként még tenisztársam is, hogy a biztonságnak ugye a szakirodalomban úgy szól a definíciója, hogy van egy objektív biztonság, és van a biztonságnak percepciója. Az objektív biztonság az nyilvánvalóan azokból az elemekből rakódik össze, amelyeket ismerünk, a hadsereg, a katonaság, ennek a háttere, szervezettsége, illetve az e köré szerveződő különböző elemek. Ma már a biztonságot ugye bonyolultabban tekintjük, hiszen van kiberbiztonság, van energiabiztonság, stb. De van a biztonság értelmezésnek egy nagyon fontos másik eleme, ez pedig a biztonság percepciója. Nevezetesen az, hogy egy ország, egy nép, egy társadalom, egy közösség mennyire érzi magát biztonságban levőnek. És én erről a mozdulatról szeretnék néhány mondatot mondani, mert azt hiszem, hogy Közép-Európa szempontjából ez hihetetlenül fontos. Miért fontos? Mert a történelmi tapasztalataink fontossá teszik. Milyen történelmi tapasztalatok is? Hát például az a történelmi tapasztalatunk, hogy mi eltűnhetünk Európa térképéről bármikor, amikor ezt bizonyos nagyhatalmak így kívánják. 1795-ben, 72 és 95 között Lengyelországot a végén letörölték Európa térképéről, a három akkori nagyhatalom, Oroszország, Poroszország és Habsburg monarchia addig faragta, míg a végén teljesen elfaragta. És 1795-ben Lengyelország eltűnt Európa térképéről, és oda nem is került vissza, csak az első világháború után. De nem sokáig volt ott, mondhatnánk némi iróniával, hiszen 1939. augusztus 23-án két külügyminiszter, Molotov és Ribbentrop találkozott, aláírtak egy megállapodást, annak volt egy titkos melléklete, és a titkos melléklet pontosan arról szólt, hogy milyen területi igényei vannak a náci Németországnak és a Szovjetuniónak, és ez pontosan arról szólt, hogy Lengyelországot egymás között föl fogják osztani. Ennek következményeként szeptember 1-én a náci Németország nyugat és észak-kelet felől megtámadta Lengyelországot, és szeptember 17-én a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot, és a Narev-Szán-Visztula-Bug vonalon találkoztak. Nagyon érdekes dokumentumot találhatunk Brestben, a fehér oroszországi Brestben. Van egy erődítmény, egy 18. századi erődítmény. Az erődítménynek van egy parancsnoki épülete, a parancsnoki épület jelenleg egy múzeum, és ebben a múzeumban különböző szobák vannak a különböző történelmi eseményekről, és az egyik szobában a 39 és 41 közötti időszakról vannak gyönyörű fényképek. Olyan fényképek, amelyek azt mutatják, hogy 39-ben, amikor találkoztak ott Brestben a náci és a szovjet csapatok, hogyan masíroztak együtt Brest városában, egymás mellett, Guderian és a szovjet tábornak, azt hiszem Vorosilov volt, ott állnak a Malvertnél ketten együtt, és gyönyörködnek abban, ahogy a nácik és a szovjetek egymás mellett masíroznak Brest városában. Ott vannak a fényképek a falon. Valami elementáris élmény, amikor az ember ezt először látja, mert ugye egy nagyon-nagyon mély élmény, és tragédia tükre. Milyen tragédia tükre? Hát annak az élménynek a tükre, hogy a közép-európai országokat bármikor le lehet törölni a térképről, hiszen Lengyelországot két hónap alatt törölték le, augusztus 23-án aláírták a szerződést, és október 23-án már Lengyelország nem létezett. Miért fontos ez? Hát ez azért fontos, mert ezt mi is megéltük, ugye? Amikor azt érezzük, hogy vártuk ja, és még hozzátartozik a történethez, hogy közben ugye Párizsban tüntetés volt, ahol azt írták föl, hogy nem akarunk Danzigért meghalni.
Tehát a francia szövetségesek és a franciák egyáltalán nem siettek Lengyelország segítségére. A biztonság percepciója, tehát hihetetlenül fontos dolog, mert hiszen ezeknek a népeknek az volt a történelmi tapasztalatuk, hogy bármikor el lehet őket tüntetni a térképről, és ezért volt fontos az, ami 1989-90-ben történt. Keressük a magyarázatot arra, hogy miért nem jött létre külön entitás Közép-Európában, miért nem a semlegességet választották ezek az országok. Hát azért, mert a menekülni akartak valamiféle biztonságos struktúrába. Ezért volt a program minden országban az euróatlanti struktúrákhoz való csatlakozás. A biztonság igény fogalmazta ezt meg, Budapesten is, Prágában is, Varsóban is, hogy csatlakozni kell az euróatlanti struktúrákhoz, azok nyújtják a biztonságot, a NATO és az európai közösségek. És még valamit, ott kell ülnünk azoknál az asztaloknál, ahol rólunk döntenek, mert hiszen hosszú-hosszú évszázadok során többször előfordult, hogy rólunk döntöttek, nélkülünk, és nem ültük ott annál az asztalnál, amikor rólunk esett szó. Tehát el kell érnünk azt, hogy bekerüljünk azokba a szervezetekbe, ahol majd az asztalnál ott ülhetünk, legalább a hangunkat hallathatjuk. Egy apró történetet hadd meséljek el, ennek nincs semmiféle írásos dokumentuma, de most már világgá kiabálom, 1990. októberében, Antal József két ilyen bizalmas, nem azt akarom, kis titkos missziót indított, egyet Varsóba, egyet Prágába. A varsói kis missziónak én is tagja voltam, ketten voltunk egy kollégámmal, fiatal kollégámmal, akkor már két hónapja dolgoztam a külügyminisztériumban, és elküldött Varsóba azzal az üzenettel, hogy mondjam meg a lengyel kollégáknak, ott a lehető legmagasabb szinten, hogy Magyarország az 1991. februárjára tervezett Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének az ülésén be fogja jelenteni, hogy kilép a Varsói Szerződésből. Ennek nincs írásos nyoma, mert sehová nem írták le. Az volt a feladatunk, hogy ezt mondjuk meg a lengyel kollégáknak, hogy Magyarország ki fog lépni a Varsói Szerződésből. Hogy reagál erre Lengyelország? Ugyanezt az üzenetet vitte két másik kollégám akkor Prágába, hogy reagál erre Csehszlovákia. A lengyel és a cseh kollégák is azt mondták, hogy rövid időn belül válaszolni fognak. Mind a két országból az a válasz jött, hogy Lengyelország is kilép a Varsói Szerződésből, és Csehszlovákia is kilép a Varsói Szerződésből. És utána persze akkor már megkérdeztük a bolgár és a román kollégákat, akik azt mondták, hogy ők is kilépnek a Varsói Szerződésből. Na ezek után nyilván a történet okafogyottá vált, és így 91-ben megszületett az a döntés, hogy a Varsói Szerződésnek először a katonai szervezetét, majd az egész szervezetet feloszlattuk. De előtte volt egy ilyen mozzanat. Antal József és a többiek is a legjobban mitől tartottak, hiszen a biztonság igény volt benne mindenkinek a fejébe, és sok mindent megéltek mondjuk 1956-ot és 68-at, hogy hogyan lehet ebből az egészből úgy kiszabadulni, hogy ne történjék tragédia, ahogy Posga Imre mondogatta, hogy nehogy megbokrosodjék egy szovjet tábornok, ugye, mert nem Gorbacsovtól tartottak, hanem attól tartottak, hogy pucs lesz, és akkor mi történik, hogyha valamelyik szovjet tábornok megbokrosodik. Hogyan kell ezt úgy végigvezényelni, hogy lehetőleg ne történjék tragédia, és utána elindulhassunk azon az euróatlanti integrációs úton, ahová 99-ben eljutottunk, majd az Európai Unióba eljutottunk. Rendkívül fontos mozzanat a Közép-Európában, ez a kollektív tudat, kollektív érzés, kollektív élmény, vagy mondhatnám azt, hogy kollektív pszichózis. És még egy mozzanata van, ennek egy eleme, a geopolitikai része, ugye egy országot, egy térséget ide-oda taszigálni nem lehet, az egy adottság. Adottság az, hogy hol vagyunk, adottság az, hogy hol található Hollandia, hol található Portugália, hol található Magyarország és hol található Macedónia. Ezek adottságok. Tehát a geopolitikai helyzeten túl sokat változtatni nem lehet, legfeljebb úgy, hogy a szomszédainkban egyre nagyobb stabilitást teremtünk, és így a mi stabilitásunk is fokozódik. De attól mi még itt maradunk Közép-Európában, és tudjuk, hogy Közép-Európa eléggé húzatos, illetve annak idején mondogattuk még, hogy is Európa kelet felé lejt.
ugye, és a kelet felé lejt, ennek ugye sokféle értelme van ennek a metaforának, nem tudom, nem akarom nagyon kifejteni, de hát azért értjük, hogy ez körülbelül mit jelent. És akkor most egy másik mozzanatát ennek szeretném, illetve az ebből következő kérdésre a választ. Ugye úgy szól Emil Brix és Erhard Buzek könyvének bázis az alcíme, hogy valóban Közép-Európában dől el Európa sorsa. Ez a kérdés én szerintem egy elég ravasz kérdés. Ravasz kérdés olyan értelemben, hogy erre többféle válasz is adható. Ugye, és többféleképpen értelmezhető. Értelmezhető úgy, hogy Közép-Európát tessék rendes mélyen integrálni az Európai Unióba egyenrangú partnerként, de úgy is értelmezhető, hogy a közép-európaiak felelősek azért, hogy mi történik Európában. Háromféle választ próbálok meg erre megfogalmazni, és ez a háromféle válasz, ez nyilvánvalóan egymástól eltér, de talán érdemes végig gondolni. Az egyik a legpozitívabb válasz, ugye elhangzott itt az előző panelben is, hogy hát optimisták vagyunk. Optimisták vagyunk olyan értelemben, hogy abban reménykedünk, hogy egy ilyen közös, egymást megismerő folyamat megy előre, fiataljaink Erasmus ösztöndíjjal és mindennel egymást látogatják, egyre jobban megismerik, egyre jobban tisztelik, és Nyugat-Európa is, vagy a nyugat-európai társadalmak is talán belátható időn belül megismerik Közép-Európa történetét, legalább annyira, amennyire mi ismerjük az ő történetüket, és ilyen egyenrangú partnerként, lelkileg, szellemileg is, ugye beemelkedünk egy nagy európai közösségbe, ami lényegében a vágyunk és az elképzelésünk volt mondjuk a 90-es évek elején, hogy mi egyenrangú partnerek leszünk majd az Európai Unióban. Hát ez a egy hajóban evezünk érzése megerősödik, és errefelé megy az Európai Unió. Ez a szép, ez az optimista, ugye ez az egyik lehetőség. A másik forgatókönyv az ennél egy kicsit kegyetlenebb, nevezetesen az, hogy Közép-Európa politikai értelemben annyira megerősödik, és olyan partnereket talál még a nyugat-európai társadalmakban, hogy ezt a küzdelmet, ami zajlik jelenleg Közép-Európa és Nyugat-Európa között bizonyos kérdésekben, most mondjuk éppen a költségvetés kapcsán, ebben a küzdelemben egyenrangú partneré válik, és ez a viaskodás folytatódik, de így emancipálódik Közép-Európa. És aztán van egy harmadik változat, hogy minden marad úgy, ahogy most van. Tehát, hogy nem javul itt a helyzet semmi, mert gondoljunk csak bele, hogy azért most hogy is vagyunk. Tavaly lezajlottak az európai parlamenti választások, és sok mindent olvastunk és olvashattunk. El kell mondjak egy-két dolgot, ami engem rendkívül irritál. Az egyik nagyon irritál, amikor azt mondják ránk, hogy posztkommunista térség, meg posztkommunista országok vagyunk. Gondoljunk bele, hogy 1975-ben, 30 évvel a II. Világháború után kimerészelte volna Olaszországot posztfasiszta országnak nevezni, vagy Németországot posztnáci országnak nevezni 1975-ben, gondolom senki. És annak sem nagyon örülünk, amikor azt mondják, hogy új demokráciák vagyunk, 30 éve demokrácia van ebben a térségben, jogállamiság van, minden országban lezajlott legalább 20 választás, parlamenti, önkormányzati, népszavazás, európai. A jogállamiság minden feltételével rendelkezik ez a térség, az összes államot, tehát semmi okunk azt mondani, hogy mi különösen új demokrácián lennénk. Ismétlem, 1975-ben senki sem mondta Nyugat-Németországra azt, hogy egy új demokrácia. Ezzel együtt ugye, hogy hogy állunk, az érdemes végig gondolni. 5 vezető tisztségbe választottak vezetőket 2019-ben az Európai Unióba, és ha megnézzük, hogy kik kerültek oda, nagyon szépen tükrözi Nyugat-Európa és Közép-Európa pozícióját. Az Európai Bizottság elnöke egy német hölgy, az Európai Bank elnöke egy francia, az Európai Tanács elnöke egy belga diplomata, az Európai Parlament elnöke egy olasz diplomata, vagy politikus, és az Európai Külügyi Szolgálatnak, ugye az Európai Diplomáciai Háznak a vezetője pedig egy spanyol politikus. Akkor ezek után föltehetjük a kérdést, hogy ebben a szép nagy térségben, a Baltikumtól az Adriáig és a Fekete-tengerig nem találtatott egyetlen egy olyan diplomata, közigazgatási szakember, vagy politikus, aki az 5 tisztség bármelyikére is
alkalmas lett volna. Ez a helyzet jelenleg az Európai Unióban, és ez a pozíciója jelenleg Közép-Európában, Közép-Európának. Hát innen kellene talán elindulnunk, és innen kell talán építkeznünk. Köszönöm szépen a figyelmet!